szivattyúk utáni felszereléseket, úgyhogy nyomóoldali felszerelések, tehát a szivattyú nyomja bele a vizet ezekbe a felszereléseket. A szivattyú után szoktunk rakni bétömlőt, ez viszi a nagyobb mennyiségű vizet, 75 mm átmérőig. Ezt majd egy tesztlapot kitöltitek, és közben én, mivel tesztlapon is szerepel kérdés, beszélnék egy pár szót a rendőri karjelzésekről. A rendőri karjelzések közül a legalapvetőbb az, amikor a rendőr alaphelyzetbe áll bent a kereszteződésbe, karjai jobbra és balra, maga mellé kinyújtva áll. Ebben az esetben az alapszabály az, hogy aki a közúti forgalom részt vesz és a rendőrrel szemben érkezik, valamint a rendőr háta mögül érkezik, azoknak a járművezetőknek meg kell állnia. Ezzel egy időben a jobbról és a balról érkező forgalmat a rendőr tudja kezelni. Összefelé ugyanaz. Ez a kiképzés bele kell, hogy illeszkedjen abba a bemarásba. Igazából az egész. A következő madár pedig egy nagy testű faj, megmutatom neki a hangját is. Tehát nem kevertem össze, nem egy malacnak a hangja van alatta, de nagyon hasonlít. Gürgésnek nevezik egyébként a párzás időszakát.